Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy Kecskemét közlekedéséről és az új közlekedési vállalat megalakulásáról nagyon sokat lehetett hallani a kecskeméti televízióban is, illetve sokat olvashattak a híres.hu hasábjain is. Rengeteget lehet hallani arról is, hogy megújuló gépjárműpark érkezik Kecskemétre, és új buszokkal találkozhatunk majd Kecskemét útjain. Azt azonban még talán kevés helyen sikerült elárulnunk, hogy tulajdonképpen hogyan is néz majd ki az állomány, hogyan néz ki a flotta, ami ide érkezik Kecskemétre. Ebből a célból, hogy megkérdezzük mindezt, hívtuk meg többek között Hajdú Márton kommunikációs vezetőt, az ITK Holding ZRT vezetőjét, kommunikációs vezetőjét, akit köszöntök itt a stúdióba, és hát aki gyakorlatilag egyből igent mondott a felkérésünkre, hogy meglátogassa a kecskeméti televíziót. Üdvözlöm! Egy picit mutassuk be magát a cégét, az ITK-t. Mit érdemes tudni önökről? Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek és hogy beszélhetek erről, hiszen nekünk nagyon fontos az a bizalom, amit megkaptunk a kecskeméti városvezetést, illetve a közgyűléstől, hogy velünk tervezik a következő években a közösségi közlekedést egy fenntartható, folyamatosan fejlődő módon kialakítani. Rólunk a legfontosabb talán azt tudni, hogy egy cégcsoport vagyunk, de a cégcsoportnak van többek között két e tekintetben kiemelhető leányvállalata, az Intertanker ZRT, ők fognak szolgáltatni majd itt Kecskeméten, illetve az Intertraction Electrics Kft., akik pedig a buszokat fejlesztik és gyártják. Ezek konkrétan saját hazai fejlesztésű Mercedes alapokra épülő buszok, amelyek majd a januártól áprilisig terjedő átmeneti időszakot követően már májustól a kecskemétiek reméljük, hogy legnagyobb megelégedésére fogja szolgálni itt a közösségi közlekedést. Hát ami a szolgáltatásokat illeti, ha jól tudom, önöknek azért elég komoly tapasztalata van, vagy lehet, én ezt valószínűsítem, hiszen 2002 óta létezik maga a cég. A cég már nagy múltra tekinthet vissza, nem csak a különböző szolgáltatások tekintetében, hanem a fejlesztések tekintetében is, hiszen már korábban fejlesztettünk például elektromos hajtásláncú autóbuszt is, de most ami a legfontosabb az az, hogy konkrétan referenciáink Debrecenből, Budapestről vannak. Debrecenben, aki ott jár, a DKV-nak a buszait kell csak megnéznie, ott fut például az egyik prototípusunk is, illetve a fővárosban pedig a 3-as metró pótlásában veszünk részt. Tehát akkor viszonylag nyugodtak lehetünk, hogy szép új buszok érkeznek majd ide Kecskemétre? Egészen nyugodtan lehet mindenki felül, aki Kecskemétre látogat, illetve itt él, hogy ezek az új buszok érkezni fognak. Ezekből a saját fejlesztésű és gyártású buszokból fog érkezni majd 20 darab, illetve 25 darab fog érkezni olyan Mercedes-Benz alvázra épülő busz, amelynek pedig a készreszerelését mi Debrecenben végezzük. Ha már itt járunk egyébként, akkor egy kicsit beszéljünk arról is tényleg, hogy mivel fogunk utazni gyakorlatilag januártól Kecskeméten. Ugye itt szó esett arról, hogy egy ideiglenes flotta érkezik majd a városba, ha jól tudom áprilisig, és ezt követően érkeznek majd az új buszok. Mit érdemes tudni az ideiglenes flottáról? Ez pontosan így fog történni, két lépcsőben történik meg ez a váltás, ami azt jelenti, hogy a januártól áprilisig tartó átmeneti időszakban MAN buszok fognak érkezni, illetve ezek már itt is vannak, mindegyike Kecskeméten a telephelyünkön találhatóak. Ezeknek jelenleg zajlik a felkészítés, illetve a különböző hatósági munkáknak az elvégzése, hogy magyar rendszámot kaphassanak. Amint ezek megvannak, akkor be fogjuk őket mutatni a kecskemétieknek, meg fogjuk mutatni, hogy milyen buszokkal tervezzük ezt az időszakot. És mit fognak mutatni, áruljunk azért erről részleteket. Ezeket az MAN szóló buszokat fogjuk megmutatni. Nagyon fontos, hogy ezeket a megfelelő állapotban egységes arculattal, egységes motorfelszereltséggel, Euro 5-ös motorokkal szerelve tudjuk működtetni. Nagyon fontos volt már az ideiglenes flotta kiválasztásán is, hogy egy homogén flottát tudjunk létrehozni, illetve tudjunk idehozni Kecskemétre, hiszen egyrészt a szervizelése, az üzemeltetés, illetve hát nem utolsó sorban a környezetbiztonság, illetve a környezettudatosság is szerepet játszott abban, hogy egy minél jobban mérhető környezeti lábnyommal rendelkező flotta legyen, ne pedig különböző elaprózó tagokból kelljen ezt összerakosgatni. Így tudjuk mérni, hogy mennyivel csökken majd a buszflotta általi környezeti terhelés a városban. Tehát nem régi pöfögők érkeznek. Pontosan, nem régi pöfögők érkeznek, nem szénnel működő erőművek fognak ide érkezni az utakra, hanem olyan használt buszok, amelyek mondom egy egységes Euro 5-ös parkkal rendelkeznek, és ehhez képest még egy ugrás lesz majd a májusi új buszoknak a beszerzése, amikor ezek ide érkeznek, azok pedig már Euro 6-os motorral fognak rendelkezni, tehát tovább csökken majd a környezeti terhelés. Az új buszok esetében nagyon sok minden fölröppent hírként, hogy ezek talán Mercedes buszok, vagy nem is azok.
akkor most mi az igazság? Tehát, hogy mi fog futni Kecskemét útja, milyen buszok fognak itt járni? Ezek olyan gépjárműek, olyan buszokat kell elképzelni, amelyeknek az alvázait, motor, az ehhez tartozó alváz, például a kormánymű, ezek érkeznek meg egy csomagban, ez Mercedes alap, és erre a biztos alapra építjük fel, ezért is a neve az, hogy Mercedes-Benz Reform 500 ele a buszunknak. Tehát a Mercedes alapra épülő reformbusz, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy alapra mi alakítjuk ki a megrendelő, illetve ez esetben a városi, elővárosi közlekedés igényei szerint azt a felépítményt, amit buszként lát majd mindenki az utakon. Hát most rendkívüli szakszavakat használunk, de akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjuk Kecskemét városa, hogyha igényel néhány dolgot belső kialakításba, akkor ezeket a buszokat úgy tudják legyártani, hogy már úgy gördülnek majd az utakra, hogy ezek a elképzelések megvalósulnak bennük, nyilván ha reálisak. Mi minden egyedi igényt meg lehet oldani, illetve mi is folyamatosan figyelni fogjuk azt, hogy mire van szükség a jövőben. Nem egy sablon szó az, hogy a folyamatos fejlesztésben szeretnénk részt venni, hanem valóban szeretnénk fejleszteni, és ebben úgy gondoljuk, hogy jó partnere tudunk lenni majd a városnak. Érkezett már ilyen igény egyébként? Vagy merült már föl kérés? Meglátjuk majd akkor, amikor használjuk a buszokat. Elsősorban nyilván arra számítunk, hogy majd az utasok részéről fognak érkezni az észrevételek. Nyilván ilyenkor ennek biztosítani kell a megfelelő fórumokat, hogy el tudják mondani az utasok a véleményüket arról, hogy ők mi változtatnának, mi az, ami tetszik nekik, mi az, ami nem tetszik nekik, és ezeket utána meg lehet vizsgálni, hogy mi az, amit tényleg érdemes változtatni, és mi az, amit pedig mondjuk csak egy kicsit finom hangolni szükséges. De ezek már városi buszok lesznek. Ezek már városi elővárosi buszok, ebben a kategóriában gyártjuk őket. Fölröpent egy másik hír is, ami igazándiból a különböző közösségi oldalakon terjengett nagyon, hogy itt beindult egy harc, ugye a régi szolgáltató, most már Volánnak hívjuk a Volán részéről, önökkel szemben a sofőrökért, hogy most akkor maradjanak a sofőrök, nem próbálják elcsábítani őket, vagy sem. Mit lehet erről elmondani? Tényleg van-e ilyen harc, vagy kell ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy félni ettől? Én úgy gondolom, hogy egy olyan piaci helyzet van, ahol lehet a munkaerőnek ajánlatot tenni. Mi is teszünk ajánlatot minden érdeklődőnek. A szükséges létszám közel duplája már érdeklődött a felől, hogy milyen feltételeket biztosítunk a sofőrök számára, a buszsofőrök számára. Azt tudom elmondani, hogy mi a mostani piaci átlagnál magasabb jövedelmet tudunk biztosítani, illetve ami nagyon fontos talán az, hogy mi Kecskemétre tervezzük a buszsofőröket, tehát akit itt veszünk föl, az Kecskeméten fogja a munkáját ellátni, itt fog buszokat vezetni. Mondjuk feltétlenül akkor ismerni is fogja a várost, ami nem egy nagy hátrány egy buszsofőrnél. Nekünk ez nagyon fontos, hogy tehát tapasztalattal, helyismerettel rendelkező sofőröket tudjunk felvenni, illetve hogyha pályakezdő jelentkezik, akkor őt pedig pont ilyen tapasztalt sofőrök tudják majd betanítani arra, hogy bizony itt mire kell odafigyelni, illetve hogy mik a városnak a sajátosságai, amit egy, mondjuk egy kezdő buszsofőrnek figyelemmel kell venni. Hát január közel van, és azért a feladat sem pici, amit kaptak, hiszen nagyon gyorsan kell mindent megszervezni. Hogy állnak ezek a szervezési munkák? Mivel tudjuk bíztatni az utazó közönséget? Én csak bíztatni tudok mindenkit, hogy várják ezt a január 1-jét, hiszen már, amint mondtam, a buszok itt vannak, folyamatos a felkészítésük, már vesszük föl a sofőröket annak érdekében, hogy január 1-jével a szolgáltatás zökkenőmentesen átválthasson ebbe az új korszakba, illetve folyamatosan építjük ez alatt az idő alatt is Debrecenben az új buszokat. Ez azt jelenti, hogy készülünk arra is, hogy nem csak az átmeneti időben legyen érezhető ez a változás, hanem már tényleg arra a májusi időszakra is, amikor már büszkén mondhatjuk azt, hogy tényleg saját hazai buszokkal tudunk szolgáltatni Kecskeméten. Azt azért elárult, hogy decemberben már talán meg lehet tekinteni ezeket a kész buszokat. Természetesen szeretnénk bemutatni már a Kecskeméten lévő flottánkat is, az ideiglenest is, akkor, amikor már mindegyiken magyar rendszám van, és szeretnénk majd megmutatni azt is, amikor majd a megfelelő szakaszba érkezett a sorozatgyártás, hogy Debrecenben hogyan állunk most az új buszokkal. Mi ott leszünk kamerákkal, úgyhogy igyekszünk majd mindezt átadni a nézőknek, és köszönöm szépen, hogy elfáradt a stúdióban. Én köszönöm.